estét kívánok! Köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit! A legendás rockopera és egy kiállítás a mai műsorunk témái, nézzük ezeket képekben. Látványelemekben is bővelkedett az István a király rockopera a Bajai szabadtéri bemutatója. A főpróbán, az előadásokon és a közönség találkozón is beszélgettünk az alkotókkal és a szereplőkkel. Természet fotókból nyílt kiállítás Madarason. Két fiatal mutatta meg képeit Szellők szárnyán, Kiskunság homokjain címmel. Tartsanak velünk! Teltház előtt zajlottak az István a király előadásai a Petőfi-szigeti szabadtéri színpadon. A Budapesti Operett Színház Baján mutatta be először Szörényi Levente és Bródy János legendás rockoperájának legújabb változatát Székely Kriszta rendezésében. A siker nem maradt el, a bemutatók vastapssal zárultak. A hétvégén pedig a darab alkotóival és a szereplőivel is találkozhatott a közönség. Szállj fel a csillagokba, szélkönnyű szárnyán szállj, Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabadban át, szállj messze, szállj magasra, szélkönnyű szárnyán szállj, új tavasz színét képzel, szállj fel szabadban át. Nem kevés meglepetésben volt részük azoknak, akik megnézték az új köntösbe bújtatott István a király rockoperát. A darab a korszerű színpadtechnikán és táncos megoldásokon túl bővelkedett látványelemekben. A főpróbáról az első előadás előtt a Gizellát alakító Maros Bernadettet kérdeztük. Én rettenetesen jól éreztem magam, mindent kipróbálhattunk, amit eddig nem. Egyben lement az előadás fényekkel, díszlettel, jelmezzel, mindennel együtt, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokat számított ahhoz, hogy a mai előadás sikeres lehessen. Hallgass meg könyörgésem, hallgass meg Istenem, hozzám irgalommal, légy úrrá szívemet. Töltsd el lelkemet, fájó szívemet hűséggel, jósággal, szeretettel. Én azt gondolom, hogy Gizella kulcsfontosságú ebben a történetben, hiszen a kereszténység, mint olyan, az ő általa kerül igazán központi pozícióba, és ő ezzel a friggyel pecsételődik meg Magyarország sorsa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő egy nagyon fontos szereplője a darabnak. Nagyon-nagyon szeretem ezt a szerepet, nagyon közel áll hozzám, viszont eszméletlenül nehéz volt felépíteni az elejétől kezdve a karakter jellemét, egy ívet, amin ő mozog, jellemfejlődés, stb. Nagyon sok agymunkát igényelt, illetve hát a próbákon azokból az impulzusokból, amiket a kollégáimtól kaptam, illetve a rendezőnőtől, ezekből táplálkoztam és építettem fel a szerepet. Hangilag sem egyszerű, így hát nagyon-nagyon sokat gyakoroltam otthon is, meg segítséget is kértem, többet is, mint kellett volna, azt hiszem. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, azt gondolom, hogy mindig is ez lesz az egyik kedvenc karakterem, kedvenc szerepem, amit megformálhattam, és végtelenül hálás vagyok, hogy részese lehetek egy ilyen nagyszabású előadásnak. A három magyar főúr egyikét alakította a bajaiak által már jól ismert Mészáros Árpád Zsolt. Ennek a megzenésített változatát nőttünk fel, hogyha itt most valaki hazamegy és csak berak egy CD-t és meghallgatja, akkor is élményt okoz. Hogyha ide látogat és megnézi ezt a monumentális díszletek között egy fantasztikus szereposztásba ezt az előadást, akkor én azt gondolom, hogy ez egy maradandó élmény lesz Bajának is. Basszantó, egy bukris bunkó, a cukkopány lebele, illen kórexről nem hallott, se tud még olvasni se, hogy a húcskos bűzös irtájában úrnak a kultúráról, azt sem tudja, eszik-e vagy meg is száll. Mindig is szerettem az ilyen rendhagyó dolgokat, ami még megmarad ízlés határon belül, és azt gondolom, hogy a Székely Kriszta rendező egy olyan fajta
határvonalat húzott, amiben teljes mértékben belefér az ízlés, és belefér az, hogy még mindig nem feszegetjük annak a történelmi pillanatnak a valótlanságát, ami esetleg bántó lenne bárkinek, akár az egyháznak, akár az intelligenciának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most egy remekbe szabott rendezés. A próba folyamat során már megszokták az új Petőfi-szigeti helyszínt, a rendezővel pedig jó és eredményes a közös munka, mondta Kerényi Miklós Máté. Szerintem nincsen különbség női vagy férfi rendező között. Rendező van, irányítja a produkciót, vezet minket, rakja össze az ő gondolkozás módja, az ő mindene alakítja a mi dolgainkat, és abban mi próbáljuk beletenni saját magunkat, és a mi véleményünket a világról, meg arról, ami körülöttünk történik. Ez tulajdonképpen most sem volt más, hogy itt a Krisztával. Szerintem egy egészen jó próba folyamaton vagyunk túl. Azért mondom, hogy egészen jó, mert az, hogy most ez igazán jó, vagy nem, vagy hogy ez milyen lesz, ez tényleg az előadásokon derül ki nekem mindig. És mindig meg kell várnom nekem azt, hogy elteljen 1, 2, 3, 4, 5, 8 előadás, hogy igazán el tudjam mondani azt, hogy én hogy érzem magam, mert tulajdonképpen az is próba. Tehát az első néhány előadás, bármilyen furcsán hangzik, mindent megteszünk azért, de szerintem egy előadás a közönség miatt, a közönség reakciói miatt, az, hogy őket tényleg hogyan is tudjuk vonni, húzni magunkkal egy előadás alatt, ez mindig csak az előadások közbe derül ki. Én azt gondolom, hogy a harmadik előadásra bízzunk abban, hogy azt tudjuk mondani, hogy valami különlegeset sikerült csinálnunk itt Baján újra. A premiéren a közönség elégedettsége már az első felvonás után garantált volt. Borzasztóan tetszik, hát először is ugye remek színészekkel látjuk, másodszor nagyon jól kihasználják a szabadtéri lehetőségeket, adta lehetőségeket, ahogy itt egy kicsit a székek között szaladgálnak és jönnek, mennek, ez is, és nagyon, minden nagyon tetszik, tehát a szereplők, a rendezés, az idő csodálatos hozzá, nem utolsó sorban, úgyhogy jövünk máskor is. Nagyon tetszik, profi előadás, nagy élmény, tiszta, szép hangok, akrobatika, tánc, minden, nagyon tetszik. Meghökkentő volt-e esetleg, vagy másra számított-e, vagy erre, ilyesmire számított? Tulajdonképpen az Operett Színháztól erre számítottam, azt kaptam, amit vártam. Jó a hang, jók a szereplők. És neked miért tetszik? Hát szerintem sok munka van benne, és biztos, hát mindent beleadnak. A rockoperát ebben a feldolgozásban sok más mellett gólyalábasok és motorsó tették emlékezetessé. Meglepte a felkérés, de társaival együtt örültek a lehetőségnek. Szeretnek különleges produkciókban részt venni, mondta a motoros kaszkadőr. Nagyon változatos, amiket csinálunk a levegőben. Körülbelül a távolságot, amit ugrunk, az ilyen 20-22 méter hosszúságra, és olyan 10 méter magasságban vagyunk a levegőben. És a levegőben töltött idő alatt ugye van idő különféle mutatványokat végrehajtani. Ezeknek mindnek van fantázia neve, többnyire angol néven. Arról van szó, hogy a motor kormányát fogva kézen állunk a motoron, vagy az ülésen, vagy elfektetjük a motort a levegőben, teljesen keresztbe fordítjuk, és ehhez hasonló mutatványokat. Úgy vettem észre, hogy itt elég szigorú rendben zajlanak a próbák, de amúgy mindenki kedves velünk, és együttműködő mindenki, és jó így dolgozni velük. A próbaidőszak az idén hosszabb volt, mint a korábbi években, de megérte a sok munka, fáradtság és a megfeszített tempó, mondta a szervezőcég vezetője. Az a munka, amit itt az elmúlt két hétben végeztünk közösen, nyilván a színészek, az oroszlán részét rendezők, koreográfusok, mi pedig ugye a háttér infrastruktúrát próbáltuk biztosítani, meg az, hogy minden zökkenőmentesen menjen, az tegnap este már a főpróbán látszott, hogy beért. A munkán kívül a szórakozásra és a kötetlen beszélgetésre is volt lehetőség. Le tudtunk ülni, között délutáni órákban, egy picit próbák után egy pohár bor mellett. Sokat beszélgettünk velük, aztán volt egy közös főzés, egy ilyen csapatépítő tréning, ahol bekapcsolódott a bajai városvezetés is abba, hogy halat főzhettünk az Operett Színház művészeinek. Azt gondolom, hogy ez egy remek alkalom volt, hogy jobban megismerjük egymást, egy picit megérezzünk egymásból többet, és egy picit rálássunk mi az ő munkájukra, ők pedig azokra a feladatokra, munkákra, amelyek ránk hárulnak. Hálás a szívünk, zenét.
A hatása alá került. Árult el a bemutató végén a város polgármestere. Szerintem abszolút átjött a mű mondani valója. Látszott, hogy a színészek, a társulat mindent beleadott szokás szerint, és hát abból is egyértelmű volt a tetszés nyilvánítás, ami a közönség reakciója volt a végén. Az előadás végén Lőrinci György, a Budapesti Operettszínház főigazgatója is a színpadra lépett. Köszönetet mondott a társulatnak, az alkotóknak és a városnak. A második köszönet természetesen Baja városáé, már hazajárunk ide, nagyon jól érezzük magunkat, azt gondoljuk, hogy szeretjük egymást, mi önöket, önök minket. Az első két előadás után találkozhatott a közönség a Rock Opera közreműködőivel. A rendezővel, a szövegíróval, a főzenei igazgatóval és a szereplőkkel Lőrinci György beszélgetett a Bácskai Kultúrpalotában. Az Operettszínház vezetője az előkészületekről, a próba folyamatról faggatta a jelenlévőket, és a vicces sztorikra, a rendezővel való együttműködésre is kíváncsi volt. Szomor György például azt mesélte, Koppány és Torda szerepét sosem akarta elvállalni, végül örült a szerepnek. Ez egy számomra egy fantasztikus élmény, ott a színpadon megjelenni egy emberrel ezt a csodát, ami ott megtörténik. Polyák Lilla, István édesanyja a történelmi írásokat idézte, miszerint Sarolt szép, de kemény nő volt, bírta az italt és jól megülte a lovat. A darabból az uralkodói és egyben anyai viszonyt emelte ki a fiával. Ez rettenetesen sokat segít abban, hogy a közönség is folyamatosan tudja jönni velünk és érezze azt, hogy mi történik. A Rock Opera zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródi János írta. Mint mondta, kíváncsian várta a bajai darabot, mint ahogy a többi feldolgozást is nyomon követte. Nekünk, szerzőknek eredetileg a színpadi megjelenésre nem volt különösebb se feltételünk, se elképzelésünk. Mi ezt egy dupla nagy lemezre álmodtuk meg annak idején, és tulajdonképpen a film, ami készült, az úgy jött létre, hogy a nagy lemez zenei anyagára ott a Királydombon Novák Tata a néptáncosokat mozgatta. És olyan igazán komoly rendezése a darabnak akkor nem történt meg, ez inkább egy ilyen szabadtéri látványosság volt. Aztán később bekerült a Nemzeti Színházba, a napokban elhunyt Kerény Imre rendezésében, az már komoly darab volt, és attól kezdve minden rendező, aki hozzányúlt ehhez a darabhoz, mindegyik a saját elképzeléseit a darabon keresztül valósította meg, hiszen ez egy történelmi darab, és a történelmi üzenetéről mindenkinek megvolt a maga véleménye. És nagyon sokféle feldolgozásban került színpadra, volt ahol a tánc és a mozgás volt jelentősebb, volt ahol az énekesi produkció volt igazán fontos, és volt ahol a mű gondolatát próbálta elmélyíteni a rendező. Én a magam részéről minden egyes bemutatónál úgy éreztem, hogy szinte újjászületik a darab. És most, hogy ez a nagyon tehetséges fiatal rendező, Székely Kriszta fogadta el a felkérést, és nagyon komolyan, és azt kell mondanom, hogy rendkívül lelkiismeretesen állt hozzá a darabhoz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy különleges és olyan színpadra állítása a darabnak, ami minden eddigitől különbözik, hiszen Kriszta mondta nekem, hogy azt, ami az eddigi bemutatókon nem volt igazán jelentős, nevezetesen, hogy a darabban benne van egy nemzedéki konfliktus, hiszen egy nagyon fiatal István, a feltételezések szerint 17-18 éves lehetett, amikor fejedelemmé választották, még nem készen a történelmi szerepre, hanem hirtelen az apja halála miatt a nyakába zuhan ez az iszonyatos teher és felelősség, amit egyébként az anyja rendkívül erőteljesen akar rábízni, és nem tűr ellentmondást. Áll szemben egyébként egy idős, tapasztalt, hogy úgy mondjam, harcokat megélt vezérrel, akinek viszont az elképzelése
az annyira más, mint ami az ország jövőjét szolgálja, annak ellenére, hogy rendkívül rokonszenves és magával ragadó, kopányvezér identitás őrzése és hagyománytisztelete és az ősi szokásokhoz való ragaszkodása, hogy ez a feladat István számára egy igazán komoly, mondhatni történelmi megpróbáltatás, hogy fölnőjön ez a szerephez. És a darab lényegében arról szól, hogy miközben érzelmileg mindenki sokkal könnyebben azonosul koppányvezérrel, az ő dalaival, amelyek egyébként erőteljesebbek, meg mondjuk így, hogy populárisabbak is bizonyos szempontból. De végül is a történelmi igazság mégis István király oldalán van, és ezt az István szerepén keresztül kell a mindenkori színésznek bebizonyítani. Az eddigi előadásokban általában ez két egyformán fölkészült figura volt. És a Kriszta azt mondta nekem, hogy ő most megpróbálja bemutatni azt, hogy hogyan lesz a fiatal Istvánból egy igazi államalapító szent király. És azt gondolom, hogy ennek az előadásnak ez a jelentősége. Az alkotói folyamatban, az előkészületekben a szerzőpáros nem vett részt. Sőt, Leventével van egy olyan megállapodásunk is, hogy a darab szempontjából, idézőjelben úgymond halott szerzőnek tekintjük magunkat, tehát nem kívánunk már beleszólni az újabb és újabb megvalósulásokba, és számunkra is mindig a bemutató maga a meglepetés, de eddig komoly csalódásban nem volt részünk. A szereplők nagy részét egyébként ismerem, hát hiszen ők színészek és más szerepekben is, más előadásokban is játszottak, és annak nagyon örülök, hogy ez most egy olyan szereposztás, ahol minden egyes karakter játszó színész kellőképpen felkészült ahhoz színészileg is, és énektechnikailag is, hogy a szerepet tökéletesen megvalósítsa. A rockoperát a pénteki premier után szombaton is teltház előtt játszották, a vasárnapi előadás viszont az eső miatt elmaradt. Másnap azonban kegyes volt az időjárás, így az utolsó bemutató is nagy sikert aratott. Szellők szárnyán, Kiskunság homokjain címmel nyílt kiállítás Madarason. A természetfotókból álló tárlatot a madarasi napok keretében nyitották meg, és két fiatal természetfotós munkáit mutatja be. A madarasi Schneider Viktor és csoporttársa Bodor Zsuzsanna munkái a helyi könyvtárban kaptak helyet. Gyurgyalag, erdei fülesbagoly, földi kutya, valamint tarka, sáfrány és még sok más növény és állatfaj látható a Természetvédelmi Egyetemi Hallgatók közös kiállításán. A természeti kincsek bemutatása volt a cél, illetve a fiatalok és a látogató közönség szemléletformálása is, mesélte Schneider Viktor. Az alapötlet az volt, hogy továbbra is maradjon Madaras és a közvetlen környezete, illetve Bajának a közvetlen környezete, és ezt az egész kiállítást igyekeztünk időtállóvá tenni azzal, hogy egy ilyen különleges vászonanyagra készítettük el a fotókat, ami lehetővé teszi azt, hogy szabadtéren is bemutathatóak legyenek. Tehát növény és állatvilágról beszélünk, akkor kicsit részletezzük ezeket a képeket. A leginkább a növényfotók, azok Zsuzsinak köszönhetőek. Én leginkább madarakat és egy különleges emlősről készítettem egy portrét, a délvidéki földi kutyáról, melynek itt a környéken Baján van a legnagyobb ismert populációja. És ezért gondoltam azt, hogy érdemes lenne az ide látogatóknak ezt a fajt is bemutatni. Hogy sikerült Lencse végre kapni a földi kutyát? Hát ez egy áttelepítésnek köszönhetően, amikor befogásra került az állat, akkor sikerült portrét csinálni róla. Több madárfajt is láthatunk, őket hogy kaptad le? A gyúrjalagokat például egy előre megtervezett lesből és kiülő fával sikerült megfotózni,
Vannak spontán felvételek, például az erdélyi füles bagolyról, a füles kuvikokat, akik még fiókák, röptelen fiókák, őket pedig gyűrűzés közben sikerült lencse végre kapni. A tarkasáfrány érdekessége, hogy egy elég korai virágzású növényfajunk. Február végén, március elején már virágzik ez a faj. Ezt márciusban készítettem, ezt a fotót, az idejében a tél egy kicsit elhúzódott, és már javában virágoztak a tarkasáfrányok, amikor ez a fotó elkészült, és azért gondoltam kiállítani, mert így még szerintem itt a környékbeliek nem látták ezt a növényt. Első ránézésre ezt a képet mondhatnánk romantikusnak, és ez ténylegesen az, aminek látszik, hogy ők barátkoznak egymással? Akár lehet romantikus vagy baráti pillanat is. Most nem tudom megállapítani, hogy melyik a tojó és melyik a hím, mert nagyon hasonlítanak egymásra. Szóval nincsen ivari különbség, ivari dimorfizmus nincs a gyúrgyalagoknál. Ez a fotó egy előre megtervezett lesből készült az itteni homokbánya területén. Úgy gondolom, hogy a pókok kicsit mostoha a gyerekek, viszonylag keveset beszélünk róla. Pont ezért fényképezted? Így van, pont ez volt a célom, hogy egy pókfajt is hozzunk ki a látogatók elé. És azért választottam a szerintem egyik legesztetikusabb pókfajunkat, a viszonylag elég gyakori daráspókot, amelyik talán bármelyikünk kertjében is akár megtalálható. És érdekessége a fajnak, hogyha pókhálót találunk, és látunk benne egy ilyen vezető zsinort, akkor az egy mutató bélyeg, hogy ez daráspók lesz. Gondolom a fotósok számára talán nem nagyon kuriózum egy erdélyi füles bagolynak a lefényképezése, hiszen viszonylag gyakran találkozhatunk vele. Így van, hazánk egyik leggyakoribb bagolyfaj az erdélyi füles bagoly. Pont ezért is szerettem volna a látogatók elé tárni, hogy Madarason elég szép számmal található a dolmányos varjaknak és a szarkáknak köszönhetően ez a faj, mert az ő általuk épített fészkekben költenek az erdélyi füles bagyok, és telente itt a templomunk környékén, az örökzöldeken nagy számmal telelnek ezek a bagolyfajok, és pont ezért szerettem volna egy kicsit kiemelni, hogy érződjön az, hogy Madaras egy bagyos település. A képek másik részét a fotós egyetemi csoporttársa, a kerekegyházi Bodor Zsuzsanna készítette, aki a saját környezetének természeti szépségeit örökítette meg. A fülöpházi homokbuckák, és ugye annak az élővilága, ez egy száraz homoki gyep, ugye többnyire nyílt és zárt homok kinövényzettel, ugye, amit én küldtem, azon a fekete köpörcsinek látható az, ugye, ami tipikusan ugye ilyen száraz élőhelyekhez kötődik. Aszföldi homoki futrinka, ugye hát maga a fülöpház nagy jellegzetessége a mozgó homokbuckák, ugye azok közül ugye az egyik látható, mert kettő van. Nagyon szépen összeálltak így ugye a képek ahhoz képest, ugye, hogy annyira nem, vagy hát tartottuk folyamatosan a Viktorral a kapcsolatot, ugye, és már így megbeszéltük, meg elküldtük egymásnak a képeket, szóval így körvonalazódott már ugye a kiállítás előtt is, ugye ennek egy hosszas tervezése folyamata volt, mire ugye összeállt, de szerintem sikerült igényesen és olyan minőségbe is megcsinálni, hogy ugye ennek egy ilyen keretet adjunk végül is, hogy legyen eleje és vége, és hogy azokat a karakteres fajokat emeljük ki, amik ugye a kisfonságban mindenképpen jelen vannak, és amik értéket képviselhetnek ugye a közönség számára is. Egyébként támogat-e téged valaki a fotózás területén? Hát igazából én ezt amatőr szinten próbálom végezni. Először is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bársiskó megyei helyi csoportja, aki valamelyest elindított ezen az úton, hogy a madárgyűrűzések kapcsán dokumentáltunk, és utána jött az az ötlet, hogy ezeket a dokumentált fotókat egy picit esztétikusabban kellene megkomponálni és kiállítani. A település vezetősége mit szól a te munkádhoz? Én azt gondolom, hogy jó pár éve már egy mecénási kapcsolatban állok a településsel, és ennek nagyon örülök, hogy a Madaras Község Önkormányzat és a polgármester úr is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a természetvédelmi
témákat előtérbe helyezzük, és nekik köszönhető, hogy ez a kiállítás itt lehet, mert az anyagi támogatást ők biztosították. A munkája a hobbija, és fordítva, és szerencsére fontos számára, hogy a megörökített pillanatokat másoknak is megmutassa, mondta Schneider Viktorról a település polgármestere. Mi is viszont látunk olyan pillanatokat, olyan madarakat, növényeket, virágokat, vagy csak éppen a természet egy-egy különleges motivumát, pillanatát, amiket nem biztos, hogy a hétköznapokban észreveszünk. A kiállítás anyagát az országban több településen is bemutatják majd a természetkedvelők. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő egy hétben. A Tankamara együttes műsorát nézhetik meg az érdeklődők augusztus 31-én a Városi Könyvtár udvarán este 6 órától. Szeptember 1-én este 7 órakor kezdődik a Belvárosi templomban a Belvárosi Orgonásték sorozat következő jótékonysági hangversenye. Az est előadói Lakner Bognár András orgonaművész és Sós Máté Fischer Anni ösztöndíjas hegedűművész. Rím hangosan és írtó közel. A kamaradrámát a Rábl Színpad és Zenei Közösség mutatja be elsőjén, este 8:30-kor a Déri Kertben. Az Én Világom címmel Laki Lászlónak nyílik kiállítása a Belvárosi Közösségi Házban 3-án délután 5 órakor. Önök a Bajai Kultúra augusztus 28-ai adását látták, köszönjük a figyelmüket, keressenek minket a világhálón is, friss összeállítása pedig legközelebb egy hét múlva, kedden este a szokott időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.